Kedves barátaim, szeretettel köszöntelek benneteket. Tehát itt vagyok megint a strandon, néhány érdekes gondolatot szeretnék veletek megosztani. Hát elsősorban nyilván most így hiányosságokat próbálok, meg eszetlenségeket próbáltam összegyűjteni, és nyilván most kezdjük itt ezzel az ajtócserével. Tehát látjátok, ez az ajtó, ezt úgy döntöttek, hogy ezt ki kell cserélni, és nyilván helyére jött ez az ajtó elrendezés. Hát én azt gondolom, hogy tehát ennek megint ez egy tipikus pazarlásnak a jele. Tehát látjátok, hogy valójában két félszárnyú tokkal volt. Én azt gondolom, hogy ezeket a luxusokat, hogy itt most ilyen ajtón mennek be, ott Jancsi betyárék a büfébe, vagy ezen az ajtón mentek be a fürdőzni vágyó lakosok, ennek igazán nincs jelentősége. Tehát ezt az ajtót egyébként nem is kellett volna kicserélni, teljesen tökéletes volt, de nyilván a közpénznél takarékosság nincs, ezért azt gondolják még egyesek, hogy nem kell. Nézzétek meg, itt van teljesen a tokja, minden teljesen rendben van. Ezt nyilván ezt most kigányolták innen ezzel az ajtóval, és nyilván csináltak helyére egy nem sokba különböző, egy teljesen ugyanolyan típusú ajtót, és ezt azért mondom itt nektek, hogy látjátok, hogy mivel a közpénzzel azt gondolják, hogy bárhogy lehet tékozolni, a pénzt, közpénzzel nem kell takarékosan gazdálkodni, ezért lett az, hogy egy teljesen jó állapotban lévő ajtót értelmetlenül lecserélnek. Nyilván ennek az ajtónak már látjátok, ott van a tokja, tehát minden tökéletesen megvolt itt, de nyilván ebből megint lehet lejmolni, erre lehet rátenni egy kis alkotmányos költséget, és akkor úgy gondolják, hogy akkor ezt már kibontják és csinálnak ide egy másikat. Most még bemegyünk, még bent szétnézünk egy pillanatra. Még próbáltam, egyébként nem lehet annyira pontosan mindent megtudni, próbáltam kérdezgetni, hogy itt a Jancsi betyár, mert tudjátok, ő nekem egy ilyen kedvenc nagykállói úgymond személyem, aki azt gondolom itt a pusztításba, mivel egyre jobban szeretne bekapcsolódni, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen kell figyelnünk az ő egyéni érdekeinek a megvalósítását, pláne amikor a közérdek rovására megy. Kérdeztem itt akkor is, hogy az ő szerződése az hogy van, hogy ő hogyan gazdálkodik, tehát neki rezsit mennyit fizet, vagy hogy van, de az nincs. Tehát Jancsi betyár rezsi költsége, az természetesen azt a strand állja, ezt így kötötték meg. Én azt gondolom, hogy ezeket kellene mérni. Nézzük meg, hogy vajon megcsinálták-e ott bent azt a ennek megfelelően, hogy mérő lehetőség, almérő óra van-e, mérési lehetőség lesz-e a benti fogyasztásnak és a benti sütésnek, főzésnek. Jó, akkor bemegyünk, megnézzük. Benézzünk ide egy pillanatra. Látjátok, itt van a tehát azt látjuk, hogy több mint 4 millió forintért itten komoly villamos szerelési munkálatok zajlottak. Tehát lesz itt annyi leállás, meg annyi kapcsoló, meg annyi áramvételezési lehetőség, hogy az egyszerűen ezen teljesen megdöbbenek. És látjátok, hogy itt mindenütt itt vannak. Itt is kapcsolóhegyek. Itt is. És ez egy érdekes kérdés, hogy ilyenkor ez a itt elfogyasztott áramköltség, rezsiköltség, ez vajon ki fogja fizetni, vagy ki fogja állni, hogy vajon megint ezt az adott üzemeltetést végző cég, vagy megint a közvagyon rovására ti, vagy a jelen esetben a strandot üzemeltető Kft. Fogja-e fizetni. De ahogy itt megkérdeztem az urakat, azt mondták, hogy itt ők nem tudnak arról, hogy almérő
óra az van-e, vagy lesz-e? Tehát látjátok, hogy áram meg zsinór az van, az zsinór van, de almérő óra az nincs sehol. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy ez hogy lesz itt a Jancsi betyár, hogy fogja ezeket majd fizetni az önkormányzatnak az itt felmerülő költségeket. Víz vételezési lehetőség, és vízóra az van, de áram almérő óra úgy tűnik, hogy az nincs, meg nem is kerül kialakításra, és azt mondták az itt dolgozó személyek, hogy itt nem lesz. Tehát én azt gondolom, hogyha itt mindenféle sütő, főző, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, stb. Keresztül lesz fogyasztás, akkor erre kellett volna gondolni, de úgy látszik, hogy mivel a Jancsi betyár költségeinek enyhítése az a legfontosabb cél, és nem a közpénzzel való takarékos gazdálkodás, ezért nyilvánvaló, ezt úgymond Jancsi betyárnak benyeli az önkormányzat, hogy ez egy plusz ajándék, hogy ő annyit fog fogyasztani itt, amennyit akar. Ez is nagyon érdekes, hogy a szerződése, az is érdekes kérdés, hogy a szerződése a Jancsi betyárnak erre nem vonatkozott, és mégis úgy tűnik, hogy ezt is már az ő igényei szerint alakították ki, és nyilván ez úgy lesz, ahogy ő megrendelte, meg megrendeli. Különös érdekes, hogy itt látjátok ide mennyi pénzt. Úgy tűnik, hogy a 3 millió forint, amit még ráköltenek pluszba, amiről Teremi István se tudott, az itt a Jancsi betyárnak a konyhájának és a főző helységének a berendezéseire fog teleni, és hiszen tudjátok, hogy a strandra Nagykállóban úgy tűnik, hogy ide a büfébe járnak és nem strandolni. Én azt gondolom ehelyett, hogyha azt a 3 milliót ráköltötték volna valóban a strand szolgáltatás javítása, tehát a medencék állapotára, akkor a sokkal hasznosabb úgymond közpénz felhasználási forma lett volna, de látszik, hogy itt a magán zsebeknek, meg a magán haszonnak a növelése a cél, a közpénz és a közvagyon rovására, ezért nem gondoltak arra, hogy a strand úszoda medencének a felújítása legyen. Ezért most megnézzük a medencét, hogy az milyen állapotban van. Itt is kérdezték egyébként, hogy itt is csak ez az OSB lap, ez csak itt le van kenve. Azt mondták, hogy ennek van valamilyen funkció, hogy a saroknak a védelmét szolgál, de én azt gondolom, hogy ezt ez szebben is meg lehetett volna itt csinálni. Itt nem ezt a régi OSB lapot, a 26 millióban le lehetett volna ezt csempézni. Látszik, ez a fajta igényességi szint, ez nincsen meg, hanem az OSB lap az megmaradt és kapott egy festést. Nyilván itt a festő urak azt az utasításnak megfelelően hajtották végre a munkafázist. Jó, tehát akkor ezt akartam megmondani. Tudjátok, itt van a romkocsma. Nyilván azt gondolom, ez lett volna a legészszerűbb ennek a helyrehozatala. Nem is kellett volna olyan nagy költséget rátenni, de nyilván a pénz lenyúláshoz itt a luxus beruházás kell, tehát a cifranyomorúságnak a növelése, ahelyett, hogy a normális menedzselése történne ennek a strandnak, ami gyakorlatilag nagyon szépen el lett hanyagolva és le lett építve, gyakorlatilag úgy, hogy a megye első, nem tudom, és legjobb, egyik legjobb termálvízű strandja, az gyakorlatilag, nem tudom, az utolsó helyen kullog a megyei strandfejlesztések vonalába. Még itt, hogyha megnézzük ezeket a...
még hogyha megnézzük ezt az épületet, tehát látjátok, ide még húznak, ide, de nem szigetelés, tehát nem szigetelés lesz, hanem egy mindjárt pillanatra, tehát nem, általában nem szigetelés lesz, hanem egy fal kiegyenlítés, tehát ide ezért egy 5 centis gipsz vagy hungarocelt felhúznak még, csak mondom, hogy itt tartunk, tehát a két oldalára az épületnek ide egy 5 centis hungarocel jön. Ha megnézzük, akkor hogyha látjátok, ez a tetőszerkezet kapott egy ilyen bordázott lemeztetőt. Bruttó 23 millió forint, mert kiderült, hogy a másik 3 millió forint az a Jancsi Betyárnak a berendezéseire fog elmenni, és én azt gondolom, meg azt gondoljuk, hogy ehelyett inkább mindenképpen a medencét kellett volna felújítani. Tehát majd egyébként valamelyik nap még majd bemutatok nektek egy épületet, ami 20 millió forintba került építéssel együtt. Itt, hogyha megnézitek, itt viszont ez a tetőcsere és ott a kis büfé berendezés, ez elviszi a 23 milliót plusz 3 milliót, tehát 26 milliós beruházást. Akkor most nézzük meg itt, hogy a csempe az teljesen lejön, hiszen kihagyták a vízzáró réteget, és gyakorlatilag ilyen állapotban van a medencének az egész oldala. Ehelyett megy a flancolás Jancsi Betyárnak, a főző berendezőnek itt szoktak mászkálni, tehát én azt gondolom, hogy itt ez nagyon jól mutatja, hogy itt egy nagyon komoly felújítási munkálatok kellene elvégezni, de ez őket különösebben nem nagyon zavarja. Tehát ez nem zavarja a Jancsi Betyárt és a Döbrögit. Tehát látjátok, itt is ez majd mindjárt még erre visszatérünk, erre az uszoda. Tehát látjátok, itt ez teljesen, tehát tönkre van menve, le van jönve. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel így neki kezdeni a jövő évnek, ezt én úgy gondolom, hogy nem lenne szabad. Nyilván ők a lopási lehetőséget a büfén keresztül a Jancsi Betyárral gondolják ezt megoldani, ezért nyilvánvaló, hogy ezért arra egy teljesen értelmetlen luxus kiadásra fordítják, hogyha látjátok, tehát ott vannak benne a levált csempék, ott vannak a medencébe, de ez különösebben nem zavarja, hiszen ott viccesen nagyon jól, fiatalok nagyon jól mondják, hogy hiszen Nagykállóban mindenki, mint hogyha a büfé miatt járna ide, a strandra, ezért nyilván ez, hogy a medence az ilyen állapotban van, ez nem fontos. És még ezt beszéltük, hogy ezt is megkérdeztük már, ez a uszoda rács, ami egyébként teljesen katasztrofális ilyen drótozás, foltozás, tehát ilyen teljesen balesetveszélyes, ez is körülbelül 4-500 ezer forint, de ezekkel különösebben nem foglalkoznak, hogy ennek a felújítását is elvégezzék. Nyilván ez nem a dolguk, nekik azt gondolják, hogy a közpénz kirámolás és a közpénz szétlopása. Tehát látjátok, hogy milyen állapotban van. Itt ezek. Itt is lejön be a csempék. Itt is. Ez különösebben a Tróger mesternek és bandájának, ez különösebben nem érdekes,
úgy tűnik, hogy a hiába jelzik itt a strandot üzemeltetők, ezeket a problémákat kösebben nem nagyon hatja meg. Tibike Tróger mestert ezek a súlyos problémák. Hát én azt gondolom, hogy ezeket itt mindenképpen orvosolni kellene, tehát hogyha megnézitek, itt is, hát ez tragédia, tehát ez, tehát ahogy fel vannak jönve, tehát ezek a csempék, tehát ez ilyen állapotban van itten, minden felfagyva. Hát most nem akarom itt ezeket itt, de ez mind, tehát ez itt, ez látjátok, ez katasztrófa, tehát ez a Tróger mestert kösebben nem zavarja. Jancsi betyárral átgondolták a télen, átgondolták a feladatukat, látjátok, és büfé felújítás kell. Így döntöttek, hiszen látható, hogy ő szerintük ez a... Most nem akarom már ezeket is itten, mert itt minden ki van törve, tehát ők körbejárták a strandot, látják, ezt nem fontos megcsinálni, megjavítani, ezzel nem kell foglalkozni, hanem a flancolással kell foglalkozni, arcoskodással, hülye gyerekeknek a ökörségeivel, azzal kell, meg lehet foglalkozni, de igazán a valós problémákkal azzal nem kell, tehát így van, amikor titokban van, zártan a különböző döntések, és akkor néhány hülye gyerek így tud összeülni, és a szűk agyával ilyeneket tudnak kitalálni, vagy ilyeneket. Itt eddig tart a kapacitása az agyvelőnek, és akkor nyilván ekkor születnek ilyen döntések, hogy valójában a valós problémáknak a megoldása, azzal nem foglalkoznak, pedig itt is, tehát itt ezek így mind össze vannak törve, le vannak jönve. Ez különösebben nem nagyon hagyja meg őket, hiszen őnekik nem ez a dolguk, hogy jó gazda gondosságával felügyeljenek dolgokat, hanem nekik az a feladatuk, hogy a kasszát, hiszen ezt tanulták a karmestertől, hogy a kasszát azt minél jobban kirámolják és lerabolják. Tehát látszik itt, ez is, tehát katasztrofális állapotban van ez a medence, folyamatosan elengedi a vizet, rengeteg vízveszteséggel jár, ezt is teljesen újra kellene csempézni, nem nagyon zavarja őket. Itt is, hogyha megnézitek, tehát itt, amit ez a huszadarács, tehát itt van katasztrofális állapotban, széthullik, drótozva, fótozva, itt is már beszélték, itt is, tehát drótozva, fótozva itten. Itt mezitláb, majd itt mászkálhatnak a strandolók. Szőrös törpe szólhatna, kiadhatná már a parancsot, hogy a hülye gyerekeknek, hogy ebből is tudtok lopni, akkor csináltok már valamit. Én azt gondolom már, hogy ezt kell nekünk, meg azt a parancsot kell kiadni nekik, hogy takarodó legyen most már innen, és fejeződjön be. Tehát ezt a vit, ez a tolvaj korszak, tehát látjátok, tehát itt van ez a medence, amit szintén át kellene csempézni vízzáró réteggel, nyilván előtte lekenni, meg amit már olyan sokszor mondtunk, hogy ez a sokkal szebb jövőre, vagy jövőhöz illő medence,
ez a termál vagy gyógymedence, ami régen volt termálmedence, ez katasztrofális állapotban, ezt is már rég le kellett volna csempézni, ez is itt van, és ezzel sincsen igazán semmi kezdve, mert a döbrögiék a flancolással vannak elfoglalva, a Jancsi betyárnak az ökörségeinek a kielégítése az sokkal, de sokkal fontosabb. Még egyébként, még menjünk már ide, még ezt akartam mutatni nektek, hogyha megnézzük, egyébként itt is ezek a 70-es évekbeli dizájn, tehát itt a lépcsők is, tehát ilyen állapotban vannak. Nyilván ez különösebben ez megint nem nagy probléma a döbrögi szerint. Nyilván hát ő teljesen igénytelen, neki ez nem nagyon számít. Csak még akartam mondani itt is, hogy valójában a Jancsi betyár amennyi bérleti díjat fizetett az egész strand büféüzemeltetésért a szerencsétlen lángosostól, itt vagyunk, tehát itt a lángososnak a büféjétől, majdnem ugyanannyit elkért, tehát itt én egy 150 ezer forintot fizetett, és másfél hónapra, tehát havonta, annyit fél 300 ezerről állítólag itt minden ilyen cégnek lecsökkentették felére a költségét, és itt vagyunk most a lángosos Feri bácsinál, a bódéjánál, őtőle meg elkért őtőle is másfél hónapra, jól tudom, 160 ezer forintot, tehát a Jancsi betyár elég jól gazdálkodott itt, tehát jó volt neki, rezsit nem kellett fizetni, azt ti fizettétek, a többit meg majdnem kifizette neki a Feri bácsi, a többit pedig ez a nyálas sejem fiú, pedig röhögve Tibikével így megoldja, és akkor így most már ő úgy gondolja, hogy van most már indoka és lehetősége az arcoskodásra, hogy ő kicsoda, mert ezt ti még megengeditek ezeknek a gazembereknek, tehát a képviselőtestület tagjainak, hogy ezt végig asszisztálják, hogy hülye gyerekek egymás közt hogyan kedveznek egymásnak, és hogyan nyúlják le a közpénzt, és hogyan megy a közvagyon át magán vagyon gyarapodására. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egyébként át kellene gondolni, hogy ne a Feri bácsi fizesse meg mondjuk a Antal Janika egész strand üzemeltetésre vonatkozó költségét, és amit már beszéltünk, hogy itt a büfébe pedig el kellene érni, hogy egyrészt, ha lehet, akkor ne Antal Jancsika legyen, aki itt ezt az ide építendő büfét üzemeltes, a negyedik büfét, tudjátok, hát mert itt ez a strand a büfék hiányától szenvedett, hanem ezt mondjuk a Urbs Novum Kft. Üzemeltesse, és el kellene azt is érni, hogy legyen mindenképpen egy almérő, hogy ha ezt ki van adva, ez a büfé valamelyik cégnek, valamelyik szervezetnek, akkor mindenképpen lehessen tisztességesen elszámolni a rezsi költségekkel, tehát ne a város nyelje be a büfében folyó főzésnek, sütésnek az áramköltségét. Nyilván ez Tróger Marciéknál ez nem jut úgymond eszükbe, és ez nem szempont, de én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen kellene, ezt is majd megkövetelnetek, meg megkövetelni, hogyha lehet, akkor ez csökkenjen, ez a sok baromság, ami itt van, tehát itt meg lehet nézni, tehát akkor ennek a tetőcseréje, meg ott az a büfé, ez volt a 20, most a berendezés együtt bruttó 26 millió forint, tehát ide felraktak egy ilyen, úgy mondták, korcolt lemeztetőt, nem volt semmilyen gerenda, semmi cserélve, hanem csak itt ennyi volt, hogy a történt gerendák, szarufák, minden megmaradt
ugyanúgy, ahogy volt, a 26 milcsi, mégis ebből jól lehet majd osztozkodni Tróger szarházi szemétládáknak. Amit akartam még mindjárt piac, hagyd nézzem már meg, hogy... Ja, hogy még itt beszéltek, itt is megkérdeztem itt az urakat, tehát itt a gyakorlatilag a hírmondó dicsekvőben már azt hazudták, hogy itt lesz az öltöző meg a zuhanyzók felújítása, semmilyen felújítása nem lesz, átmeszelik, amit minden évben átmeszelték, annyiból fog állni a micsoda, és az is megdöbbent, hogy Antal Jancsika felől, tehát ott a büfé felől mindent lecseréltek, és most néztem itt a villanyszerelők, itt a másik felébe pedig minden ugyanazok a régi konnektorok, minden van. Én azt gondolom, hogy vagy minden maradt, tehát én azt gondolom, hogy már illett volna, hogyha Antal Jancsikának megcsinálják az összes kapcsolócserét, mindent, akkor illett volna ebbe is, tehát azokat azt a pár ezer forintot rááldozni, hogy a öltöző részen is egyfajta megújulást kapjon. Nyilván ezt most csak ilyen érdekességként veszem, vagy gondolom. A legfontosabb, hogy az almérő felszerelése, a 4 millió fölött, 4 millió 200 vagy 300 ezer forintos villanyszerelési költségbe az nem fért bele. És a negyedik büfé az nagyon-nagyon fontos volt. És én annyit szerettem volna, még majd megnézzük azt, hogy már hál' Istennek elkezdődött itt a bejárattól ide vezető járdának, járdalapoknak a felszedése és egy fajta rendbetétele, de itt megint nem derült ki, hogy itten döbrögiék hogy álltak hozzá, és meg fog-e oldódni a nyitásra, május 1-re ennek a normális visszarakása, mert itt nem tudtak erre választ adni, ennek örültem. Tehát itt amit bemutattam már ezeknek a 70-es évekbeli járdalapoknak a felszedése megtörtént, és bízunk benne, hogy ennek hatására talán el tudjuk érni, hogy normálisan meglegyen ez itt oldva. Tehát ez a bejáratnál, vagy a bejövő résznél, hogy ne bukjanak orra itt a lakosok, hanem legyen egyfajta normális szolgáltatás bevezető jellege. Tudjátok, a bejáratnál az ajtók azok katasztrofális állapotban vannak, azokat mindenképpen kellene még cserélni. És végülis ezeket az észrevételeket tudom tenni, és bízok benne, hogy csak lesz valami hatása, mert a ti megvetésetek és a ti rosszallásotoktól tartva a szemétládák akkor a lopáson kívül bizonyos dolgokat megcsinálnak, bizonyos minimális úgymond ráfordítást is eszközölnek itt a ti érdeketekbe, a ti komfortérzeteteknek a növelésére, és ezt szeretnénk elérni, de amit már most én akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt a legfontosabb, hogy nem pusztán ezeknek itt az állandó ilyen kínlódtatása, hogy valamit tegyenek már a sok ellopott közpénzből a közjavára is, hanem az a legfontosabb, hogy ezeket mindenképpen Orbán Viktor tanácsára el kell kergetni, ha maguktól nem akarnak elmenni, és most őszre már az új választást le kell bonyolítani. Tehát nyáron, mikor megnyílik a képviselőtestület működésének a lehetőség, akkor az elsők között kell megpróbálni feloszlatni a képviselőtestületet. Erre a ti észrevételeitek, a ti érveitek, a ti
beszélgetésetekre is szükség van, hogy egymás közt ugyanezt a helyes diagnózist, és erre a helyes diagnózisra való egyetlen terápiát, a testületfeloszlatását és új választás kiírását megértse minél több nagykállói lakos, és utána pedig minél több nagykállói lakos értesse meg azzal a pár képviselővel, akinek még a szavazatára szükség van ezen terápia végrehajtásához. Tehát ezért kérlek benneteket, hogy ezt adjátok minél többen tovább, és ha lehet, akkor addig, amíg még itten szerencsétlenkednek ezek a gazemberek, addig lehessen, ha lehet, akkor ezt megpróbálni rákényszeríteni őket a munkára, és minél kevesebb a lopás mértékének csökkentésére, és azt gondolom, hogyha lehet, akkor erre figyeljünk, hogy segítsünk elzavarni őket. Tehát ha maguktól nem látják be, hogy Nagykállónak szüksége van, Nagykálló igényli az új választást, és igényli, hogy az átverés után újra dönthessen, hogy melyik irányba akarja, hogy menjen a saját városa, és a jövője milyen legyen. Még itt egy pillanatot, tehát akkor látjátok, így ezzel kezdtük, ezzel fejezzük be. Látjátok, hogy teljesen jó állapotban van lévő ajtókat kiszedtek, ott vannak ez a jó állapotban lévő ajtóhoz, itt vannak az ajtók, itt vannak a tokok, ezeket ezt itt mindet kibontották, kirámolták, és akkor betettek ide helyette egy teljesen értelmetlenül egy újat. Tehát ezt gondolom, hogy ez teljesen mutatja ezeknek a bestelen gazembereknek a mentalitását, az értelmetlen munkavégzését, mert valójában nem a közügyek rendeltetésszerű intézése, nem a valós problémák megoldása, mint amit jelen esetben, hogy a strandszolgáltatásnál a medencék állapota legfontosabb, az teljesen tehát teljes katasztrofális állapotban van, és helyette a flancolás megy, tehát a haverokkal való, nem tudom, ilyen lopási szándék kielégítése, de azt gondolom, hogy a strand az nem egy büfé szórakozás és étkez, de a nagykállóiak nem enni járnak ki a strandra, hanem szeretnének pihenni, úszni gyógymedencébe, fürödni, és azt gondolom, hogy arra kellene a hangsúlyt helyezni annak az állapotának és annak az azon keresztül szolgáltatásnak a növelésére, és nem a negyedik büfére, mint amit itt láttátok, hogy hülye gyerekek itt tudjanak itt flancolni és tudjanak arcoskodni. Ezt ki kellene már nőni, és ehelyett már valamilyen sokkal értelmesebb és hasznosabb vonalvezetésre van szüksége Nagykállóvárosnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Isten áldását kérem rátok, és arra kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok be ezeknek a gondolatoknak a tovább gondolásába, átadásába, és érjük el közösen azt, hogy minél inkább a város úgymond ügyeinek intézése kerüljön jó kezekbe, ugyanazon a módszerrel, ahogy a szőrös törpe a lopás érdekében megnyitotta a tolvajkorszakot 15-20 évvel ezelőtt, ugyanúgy egy időközi választással fejezzük be a tolvajkorszakot, és kezdődjön új korszak Nagykálló életébe. Isten áldását kérem rátok, szép napot!